Sziasztok srácok, ez itt ismét a TFK, és jövünk egy következő vlogunkkal, melyben, hát nem is tudom. Egy lucky packet fogunk kibontani. Mit láthatjátok? De még mielőtt nekiállunk, nyilván nem. Tehát ez nem egy igazi lucky pack, viszont komolyan, amit ma láttam az interneten, ez vagy internet. Amit egy ideje látok, ezt a Bálintnak ma linkeltem át munka közbe. Szóval, hogy mikor annó kitaláltam ezt a csatorna dolgot, és nekiálltunk a Bálinttal videózni, akkor én úgy gondoltam, hogy előállítunk majd viszonylag minőségi tartalmat, ami két srác vidékről, hogy csinálja, mit csinál, próbálunk segíteni nektek, próbálunk minél több dolgot megmutatni a lehetőségeinkhez mérten természetesen, és hogy ez majd tök jól fog menni, és hogy talán mivel minőségi tartalmat állítunk elő, vagy hát én azt gondoltam, hogy minőségi tartalom. Egyértelmű. Ezért, hogy mennek, meg lesz ennek azért a jövője, hozom már eredménye. Eredménye. És most már több mint egy évet csináljuk, ugye? Igen. Jó, nem rendszeresen nyilván, hiszen sokat Bálint is dolgozik, én is, csinálunk minden mást is, nincs tehát mindig abszolút időnk, karitatív, erőnk, teljes mértékben. Ahogy tudjuk. De gondoltam, hogy azért egy év után 1000 feliratkozót elérünk, vagy valami. Egyébként nem tűztem ki célt, tehát én mondtam Bálintnak is szerintem, hogy majd lesz, ami lesz. Viszont az interneten most van egy trend, ez a lucky pack, és ma jött velem szembe egy videó. Én nem akartam erről beszélni, meg én nem akartam senkit kritizálni, vagy más videóshoz hasonlítani magunkat, de ma láttam egy srácot, egy 10-11 év körüli forma a kisgyerek, és föltöltött egy lucky pack-es videót, 4-én, 5-én, most, egy hete körülbelül. Van 56 feliratkozója, de több mint 3000-en tekintették meg már a videót egy hét alatt. És ez számomra valamiért szörnyű, hogyha nem a mainstream tartalmat nyomatjuk, vagy nem ülünk fel a trendre, akkor egyszerűen nehéz. Hát nekünk több mint egy évig tartott elérni egy videón ugye a 3000-es nézettséget. Egyébként az is szomorú, hogy erre mi fölülünk, nyilván fölülünk, mert hát nem tudsz mit csinálni. Nem, de megmutatjuk, hogy milyen egy igazi lucky pack. Én arra gondoltam. Ja, a mi lucky pack. A mi elképzelésünk szerint. Hogy az milyen lenne. És ez azért egyébként. Ez mert egy ez tényleg lucky lenne. Az, és ez egy lucky day, mert hogy a dolgok nagy része az ma érkezett meg. Egyébként. Igen, egyben. Tehát pont összejött egy pokra való. Mi van ma? Csütörtök? Csütörtök van. 10-e? Azt hiszem. 11-e. Vagy az, nem tudom, igen, 11-e. És ez ma érkezett igazából a postán. Nem így nyilván. Ez már csak a... De ha lucky pack lenne, a mi TFK-s lucky packünk, akkor ez így néznek, úgy, és így jött volna meg. Így van, és nagyon, nagyon clickbait címe lesz ennek. Tehát ott lesz, hogy TFK, mit hány egy blog. 1 millió fölött. Ja, már előttem a poént. Lucky pack, igen, és lucky pack 1 millió fölött. Kezdjük, bontsuk ki. Szerintem. Több projektről van szó. Kezd el Bálint te, mert a te hangod mélyebb. Mit rájt? Rögtön a... Ez volt a leghosszabb. Ez volt a leghosszabb doboz. Erről a billentyűzetről. Spirit of Gamer. Teljes mértékben. Azt érdemes tudni, hogy rohadt olcsó már bocsánat. Ahhoz képest, hogy egy mechanikus billentyűzet, és hogy RGB. És magyar nyelvű, hogyha minden igaz, szoftverrel programozható, vagy illetve állítható funkciói. Ezt egyébként... Hát igen, mechanikus switch van benne, nyilván ennyi pénzért nem. Azt nem is mondtuk mennyi, egyébként ilyen 10-11 között mozog éppen most a piacon. Igen. Nyilván nem Sherry billentyűzetről van szó, de mechanikus billentyűzet, és ennyiért... Bontsuk ki, nem? Nézzük meg. Hát, nézzük, hogyha, vagy majd a végén. Vagy a pakkot. Vagy a pakkot nézzük. Jó, tehát van egyszer egy mechanikus billentyűzetünk, ami ilyen 10-11 ezer forint. Aztán... Ez a kettő együtt jár, ugyanis ugye itt a Bálint gépét most megépítettük. Aztán többen írtátok menet közben, hogy miért nem vizezünk be, mit tudom én, stb. És a legnézettebb videóink egyébként a vízépítéses videók. Nagyon egyszerű, arra gondoltam, hogy az én gépemet, amit ugye már itt bevizeztünk egy videóba, át kéne alakítani, méghozzá merev csőre. Igen, mert az egy lágycsöves LK kit volt. Az egy LK kit volt, így és van. És most ezt az egész
tehát csőrendszert fogjuk átalakítani merev csőre, és nyilván ezt szeretnénk majd nektek is megmutatni, hogy ez hogyan működik. Ha mi minden, kell hozzá, milyen szerszámok, hogyan kell csövet hajlítani, és hasonlók. Így van. Hát érdekes lesz, érdemes lesz velünk tartani. Tehát ebben nanoxia cső van, és itt nanoxia fittingek vannak, és erről gyors nagy vonalakban annyit, hogy beírtam a Petinek, ugye a Merlin Harbor főhadiszállás atyának, hogy van egy ilyen terv, és hogy mit tudunk kihozni belőle, aztán a Bálint összenézte a hozzá szükséges eszközöket, amik itt is vannak, és gyakorlatilag a Merlin Harbor egy az egybe felajánlotta ezt itt nekünk, hogy építsünk belőle valami szépet, úgyhogy ezúton is nagyon szépen köszönjük, köszönöm, hogy hozzánk vágtak egy kis merevcsövet, meg egy kis fittinget, illetve majd egy-két eszközt, amivel menet közben dolgozni nem fogunk. Nem utolsó sorban a szerszámok, mert ugye ez speciálisan az is kell. Így van, szóval ez teljes mértékben most itt egy szponzori felajánlás gyakorlatilag, de ezt majd úgyis az építés közben is el fogom mondani, hiszen nem lehetek elég hálás. Igen, amit megint hozzá kell tenni, hogy itt minket semmi sem kötelez, most se kötelezett volna, hogy ezt elmondjuk, de úgy érezzük, hogy ezt nyilván. Ez olyan vice versa, tehát mi választottuk ki a dolgokat, tehát nem ránk erőszakolták, de cserébe. Ez például a termátéknél, ami nálunk, vagy az előző videóban épült, ugyanez igaz erre is, úgyhogy így ez van. Ilyen gyerekek. Szóval köszönjük szépen, egyébként, hogyha nem kaptuk volna meg, akkor is megvesszük és megépítjük, de így meg aztán pláne. Na, viszont ez a projekt, ez bocsánat. Igen, azt akartam. Ezt akartad? Azt. De mondd egy nyugodtan. Ezt a Bálint ajánlotta nekem egyébként, ilyen árteljesítmény bajnok cucc elvileg, hogyha minden igaz, ugye az Argusnak a... Yes. RGB ventilátoros szettje, amihez jár egy LED szalag is, szóval ez kerül majd még be a gépezetbe. Igen, de talán ezt is érdemes lesz majd egy külön videóban megmutatni, egy gyors, rövid videóban, hogyha szeretnétek ilyen csili-vili világítós ventilátort, illetve ledet, akkor ez zsír. Tényleg jó. De majd meglátod. Már alig várom. De mi van még itt? Ja, eddig tartunk, számoljunk, hol tartunk árban. Mekkora laki van itt? Igen, na hatalmas mázik volt, de kinyúlom a legnagyobbat. Nézzük tovább. Ez így talán senkinek semmit nem mond, vagy mutat. Hát annyira, hogy még nekünk sem, mert ez most jött igazából. Sejtjük, hogy mi van benne, de nem tudjuk. Vagy tudjuk, csak nem sejtjük. Tehát ez egy natur doboz, na ez az igazi... Nem, egyébként... Szerencse doboz. Nem van itt ragasztva. Egyébként már megszellőztettük a héten, ugye, hogy az MSI is a barátunk. Az MSI is a barátunk. Facebookon így van. Ha minden igaz... Az biztos, hogy törékeny. Törékeny. Ez fix. És ha minden igaz, ez egy laptop lesz. De nem akármilyen. Na hát, ez egy MSI. Elmet? Ne, tényleg. Uh-huh. És nagyon, nagyon gamer. Már a dobozon látszik, letisztult, fekete és pirossal. Gyerekik. Na, ha ilyen lenne egy Lucky Box-val, akkor megérteném ezt a zekörül húzódó... Ezt a hype-ot, hogy igen. Miért, igen, de... Azt... Mert ez így, ja. Tehát... Szóval erről lesz azért rám egy... hosszú videó, egy tesztelős játékos szálcsiszolt, valami szálcsiszolt alumínium, vagy olyan hatás van. Kép. Jó pofa, kinyissuk? Persze. És ha már itt arról beszélgetünk, hogy megéri, vagy nem éri meg ez a Lucky Pack, akkor erről tudni kell a Natira, hogy 800.000 forint környékén mozog, hiszen minden földi jóval el van látva, de ez most csak egy ilyen vlog, úgyhogy nem akarjuk itt, nem akarunk nagyon belemenni a dolgokba, de ez aztán VR ready, meg minden, elvileg, ha minden igaz, Nvidia GeForce 1070-es kártya van benne. Apám. De ez annyira friss nekünk, hogy tényleg ma jött, és most bontottuk ki először, szóval... Szóval, ja. És világít az RGB minden színében, hogyha minden igaz. És akkor... Az utolsó... Mélyre kell nyúlni. Az nem más, mint egy DJI Osmo Mobile. Gyakorlatilag... ugye csináltuk a... Értetek. Nektek. Igen, nem, én már régóta szerettem volna egy stabilizátort, ugye a kameránk az ugye egy iPhone,
még egyelőre nincs semmilyen DSLR vagy hasonló, tehát iPhone-nal videózunk, és gondoltam, hogy egy ilyen jól jöhet. Ugyanis ez nem csak egy sima egyszerű gimbal, van a DJI-nak hozzá egy programja, amivel mondj is kicsit, amivel mindenféle fasza videókat lehet készíteni, timelapse-eket, meg van benne olyan funkció, például, hogy követi az arcodat a kamera. Tehát, hogyha egyedül videózol, akkor leállítod, és követi a mozgásodat a kamera. Szuper! Illetve átgondoltam majd, hogy a vágóképekhez jól jöhet ez, hogy szépen gördülékenyen menjenek a dolgok. És ugye jeleztétek a múltkori vlogban, meg live-ban is, hogy az ott tükröződik. Igen, az ott még mindig tükröződik egy kicsit, de már megrendeltük oda, hogy jól nézzen ki, meg szép legyen. Megrendeltük oda, hogy ne tükröződjön. De még nem érkezett meg. Viszont arra gondoltam én, és ezt még a Bálintnak nem is mondtam, hogyha elérjük majd a 400 feliratkozót, mert most már közel vagyunk hozzá, és kész lesz a stúdió teljesen, tehát még az apró finomítások meg lesznek, utána csinálunk egy room tour-t. Mert hogy az is trend. Ilyen fél room tour már készül. Egy fél room tour készül, de hogy egy rendesen ezzel a gimbal-al beleüllítetjük kamera, végigmutogat, megbeszél. Gimbal, amit nem nyitottam még. Nem nyitottam még. Ja. Szóval a DJI Osmo Mobile 2 az elődjéhez képest annyi a különbség, hogy sokkal olcsóbb, illetve nem cserélhető benne az akkumulátor, viszont 15 óra videózást ígérnek bele, hogy annyit bír. Hát az asztal az van benne is. Izé. Meg a dobozba is. Meg a dobozba is. Szóval, nézzük meg, hogy benne van egyáltalán. Jó. Szóval egy csomó mindent alakított rajta a DJI. Az anyaghasználat terén egy picit, hát, olcsóbb műanyag lett. Kicsit olyan kopogósabb, silányabb, de... Kisebb fajta kezelési útmutatóval hozzá. Ilyen dobozba jön. Osmo Shield. Az Osmo Mobile 2. Hát ennyi, nagyjából. Szóval reméljük, hogy ezzel majd fasza minőségű videókat fogunk tudni csinálni nektek. Főleg, hogyha lesz autós TFK-r, ugye? Uh-huh. TFK-r, akkor majd ezzel lehet ott szépen próbálkozni. No. Akkor röviden ennyi, nem? Ennyi lett volna a Milaki Packünk. Így van. Ami nyilván... Abszolút megérte. Ami nyilván full camo. Természetesen, tehát ez... Az eredeti is, szerintünk, legalábbis. De ne is menjünk ebbe bele. Az a szörnyű, hogy sajnos erre van igény. És mivel én úgy gondolom, hogy mi egy közösség vagyunk, ezzel gondoltam, hogy ezt így elmondom nektek. Vagy elmondjuk nektek, aztán reagáljátok nyugodtan a videó alján, hogy ti hogy gondoljátok, vagy hogy látjátok ezt az egészet, hogy erre van igény, miért erre van igény, vagy próbáltátok már, nektek megérte, nem érte. Akár, így van. Ennyi. És hogyha minden igaz, hétvégén akkor találkozunk az építés után, közben, alatt. Után, alatt, bárhogy. Ja, egy majd jövünk. Iratkozzatok fel. Nyereményjáték, nyomjátok, tart. Mi? Tényleg, azt majdnem elfelejtettem, de mondjuk, hogy az még mindig tart, bizony. tfk.hu, most már ott van, és ott azon belül a nyereményjátékot kell megkeresnetek. Az ott lévő feladatokon túllépni, és akkor ti is részletek egy sorsolásban. Ahol nyerhettek mindenféle jóságokat. Ja. Sziasztok!